bennünk van az ösztön, hogy mi férfiak uh-huh. vagyunk. Mi nem sírunk. Igen. Én úgy gondolom, hogy mi roppant szerencsések vagyunk, hogy én ilyen vagyok, amilyen is te, olyan vagy, amilyen is mi együtt vagyunk. De szerintem a legtöbb férfi nem ilyen, mint te, hogy hajlandó meghallgatni, megérteni és beszélni a saját érzéseiről. És a nők úgy szintén, ők is annyiszor elnyomják, és meg se adják néha az esélyt arra, hogy lehet, hogy meg tudnánk oldani együtt a párommal ezt az egészet, hanem elkönyvelik, hogy jó, az én pasim úgyis bunkó, de mit csinál? Férfiasabb szemmel nézve szerintem az van, hogy gyengének tűnünk, hogyha ilyesmit bevállalunk, igen. hogy beszéljünk az érzéseinkről. Valószínűleg az első számú probléma. És ebben nagyon sokat tud segíteni az a női nézőpont, amelyik azt mondja a párjának, hogy szerintem az a férfi, aki felmeri vállalni az érzéseit és beszél róluk, az az én szememben egy erős férfi. Akkor lehet, hogy oldódik ő is egy kicsit, hogy beszélhetek neki erről, mert ettől nem leszek kevesen. Bennünk van az ösztön, hogy mi férfiak uh-huh. vagyunk, mi nem sírunk. Szerintem itt a legfontosabb kérdés, hogy mennyire fontos neked a párkapcsolatod. Igen. Ha fontos, akkor meghozod ezeket a lépéseket is, még akkor is, hogyha nagyon nehéz. Nekünk könny... Hát nem. Nem volt könnyebb. Most így utólag azt lehet mondani, hogy milyen könnyű és milyen szerencsések vagyunk, de ja. hány évig kellett kemény harcot vívjál, míg azokat a falakat, amelyek engem körbevettek, lebontottad? Igen. Oda azért kellett kitartás. Ez kőkemény munka volt, igen. És kitartás, így van. Tehát ez, hogy itt tartunk, csak magunknak köszönhetjük. Igen. És hogyha mi nem tettünk volna meg mindent ennek érdekében, akkor nem itt tartanánk. És még olyan fontos, hogy az ilyen vitáink során én azt hiszem, hogy kimerem jelenteni azt, hogy soha nem minősítjük a másikat. Arra gondolok, hogy veszekedések során gyakori ez, hogy például lehülyézed a másikat. Ó, hülye vagy, mondasz rá valamit. Csak arról beszélsz igazából az az egy eset, történés, viselkedés, vagy esetleg minta, ami jellemző rá, de az egész embert így jellemzed. Igen. És ez szerintem nagyon romboló egy párkapcsolatban. Igen. Amikor így rád varnak egy ilyen jelzőt. Nem csinálok ilyesmit. Mert ez tiszteletlenség szerintem.